Augusztus 21-e és 30-a közt varázslatos műhelyé vált a régi iskola tornaterme. Helyes Jenő bábolnai festőművész 7. alkalommal szervezte meg hagyományos képzőművészeti alkotótáborát, melyre 11 művész fogadta el a meghívást. Ismét aktívan teltek a nyár napjai, a nyár utolsó napjai Bábolnán, a bábolnai alkotótábornak köszönhetően, mely évről évre visszatér neves alkotókkal, Helyes Jenő helyi művész irányításával. Hogyan alakult az idei esztendő, kik lehettek a meghívottjai? Hát nagyon örültem, hogy a régiek közül végre visszatértek azok az emberek, akik úgy beivódtak Bábolnán kulturális életébe. A Győrfi Sanyi van itt, most ilyen, aki régebb óta itt volt, de nem tudott eljönni. Az Őri Emil, ő már ugye 78 éves emberke, ő nem is akart nagyon más táborba menni, csak az érdi táborba, de tiszteletünkre eljött. Aztán Körösi Pap Kálmán barátom, ő szintén el tudott jönni a nagy örömünkre. Canik Feri van itt, aki tavaly is volt, a Revák Pisti, aki szintén tavaly is volt, a Pékné Eszter, Tóth Eszter, ő is itt van, a Király Nikoletta, ő is itt van, tavaly is volt, hogy nehogy kiadjak valakit, Homolya Gábor, ő is itt van, meg jó magam. Dóci Virág, az tavaly is volt, és idén is volt, de őnek is sajnos egy hétre rövidült a tábor, mert nem tudott szabadságot kivenni. Na, így alakult ki a 11-es tím. Igen, a 11 alkotó sokszínű, sajátos művészi lehetőséget hoz a bábolnai alkotótáborba. Mégis ilyenkor milyen műfajok, tehát a képzőművészet mely műfajai kapnak teret ilyenkor? Hát itt az a jó dolog ebben a táborban, hogy nem kötött a tábor. Tehát nem kötött témájú tábor. Én ezt mindig is szerettem, nem szerettem a kötöttségeket, mert arra külön rá kell hangolódni, nem biztos, hogy az úgy sikerül, ahogy van. Itt különféle technikák szerepelnek, ugye Homolya Gábor installációkat csinál, Körösi Pap Kálmán non-figuratív filozófiai gondolatokat, teli képeket fest, ugyanígy a Csizmaria István, ő is egy ilyen művész. A Pékné Eszter kombinálja szerintem nagyon szerencsésen a festészetet a grafikával. Ötvözi, és ebből alakulnak különféle hangulatok. A Niki, ő egy modern felfogású, én szerintem impresszionista festő, aki teljesen átfogalmazta egy kicsit modernabb változatát, és ragyogóan bánik a késsel, ő ecsetet nem használ. Tehát ő késsel dolgozik. Aztán Homolya Gabitól megszokott tartalmas, frappáns megfogalmazási installációkat láthatunk. Nagyon aprólékos, ragasztott technikával készült munkák ezek. Ez bizony nagyon erős idegrendszert én nem tudnám csinálni. Tehát az én habitusom ezt nem bírná elviselni, hogy ott 8 órán keresztül én pici miniatűröket felragasztva csinálok egy installációt. Aztán Revák Pisti a tőle megszokott színvilágot hozta. Én nagyon a legelső találkozásunkkor megfogott a Pistinek a színvilága, egy különleges technikát használ, a tojástemperát. A saját maga állítja elő a festékét, és abból készület, ez már a középkorban használatos eljárás volt, és ebből alkotja meg az ő kis mesevilágát, mert én mindig azt mondtam, hogy az ő világ egy mesevilág, elmesél történeteket, érzéseket vásznakon. Én jó magam akvarel technikával dolgozok zömébe,
és akrillal, de megfogott egy porpasztel valami, és nagyon-nagyon megérintett most a non-figuratív dolog. Ebben nagy segítségemre volt a Kálmán, mert ő azt mondta, hogy azt értékel, hogy én nagyon kitartó és nagyon szorgalmas ember vagyok, és azért foglalkozik velem. Hát tegnap volt egy pár ilyen művészeti alkotás óra a számomra, és ez nagyon hasznos volt. Tehát azóta is mondtam neki, hogy én nagyon szívesen fogom csinálni, azt mondja, lehet, hogy te belőled még non-figuratív festő lesz majd valamikor, mondom, én nagyon az út elején tartok majd, hogyha 78 éves leszek, akkor talán valamit fel tudok mutatni. Na, így néz ki ez a dolog. A Györfi Sanyi az ugyanazzal a technikákkal különféle faktúrákat fest, a tőle megszokott színvonalon. Őri Emilnek a munkáját, ahogy láttam és elmentem, ő teljesen már leegyszerűsödött letűnt, tehát egy nagyon érett művésznek a munkái, nagyon kevés színnel, de látszik az, hogy szobrász művész is egyúttal ő, hogy igen, precízen megszerkesztett képeket csinál. A Canik Feri az akvarell és porpasztellel dolgozott, most itt Bábolnán. Ő is egy nagyon érzékeny lírai művész. Zömébe tájképeket fest. Ő is egy ilyen elvonulós, magányos emberke, aki otthon szeret dolgozni egy szobába. Így néz ki a dolog. Nicoletta az rendszeresen festi a tájképeket, a óriási profizmussal. Tehát én késsel még így nem láttam ember dolgozni precízen, pontosan. Bár ugye azt mondtad, hogy nincsen témát, illetően kötöttség, mégis ugye előkerülnek bábolnai motívumok és bábolnai akár nevezetességek, vagy a településre jellemző szimbólumok. Ki az, aki leginkább felleli ezeket a bábolnai témát, így a 11 alkotó közül, tehát aki tényleg így megcsap a hely szelleme? Hát a Revák Pistit említeném az első helyen, mert ő aztán tényleg, ő ahova megy, mi Ócsán is dolgoztunk együtt, ő a helyi jellegzetességeket, a helyi motivumokat azonnal beépít, és csak azokkal foglalkozik. Ő idegen képet arról a tájegységről soha nem festett. Aztán a Homolya Gabi is egy ilyen emberke. Hát jó magam is, hiába élek én itt már 31-nyány éve Bábolnán, én mindig kimentem velük Ölbőre és festeni, mindig valami újat találok Bábolnáról. Én szerintem ez azt jelenti, hogy egy nagyon szép élhető város Bábolna. Változott a helyszín, ugye a korábbi években a művészeti teremben alkothatott ez a kis csapat, most ugye a régi iskola épületébe tevődött át az Igen. alkotótábor. Változtatott-e bármit ez azon, hogy hogyan alakult a művészi folyamat? Igen. Hiába volt az nagyobb terem, itt sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, és akarva-akarazon is elmentünk egymás munkái mellett úgy, hogy nyilván véleménynyilvánítások voltak, megbeszélések voltak, nem is kimondottan kritikák, hanem hozzászólások a művekhez, és én szerintem ez sokkal családiasabb, ez a terem. Az alkotáson túl a tábor aztán adott-e egyéb lehetőségeket a közösségi élmény megélésére? Tehát ez az alkotó csapat tényleg tudott-e egymással beszélgetni, szórakozni? Hát én vagyok a legnagyobb szenvedő alanya ennek, ugyanis ugye azért napközben, közben egy kis borocskát is fogyasztottunk, és van, aki nem ivott, feláldozta a csapat nevében magát, és akkor felvitte a társaságot a Csikó települt tetejére. Na most én soha nem tudtam hazajönni onnan, és általában éjfélig tartó, egy óráig tartó beszélgetések voltak, ami kötetlen is volt, művészet is volt, család is volt, ez is volt, az is volt, tehát mindig jobban összekovácsolódott a társaság, és észrevettem, amikor már itt a Csizmadia Pisti elkezdte pakolni a dolgait, már mindenki szomorú volt, mert már akkor szembesültünk azzal, hogy elmúlt a tábor, vagy lassan már elmúlik a tábor. Tehát nem szívesen
gondolnak erre. Én úgy érzem, hogy mindenki jól érezte itt magát. A tábor végén aztán mégiscsak ugye az alkotások kerülnek a középpontba, hiszen ez a tábornak az eredménye, a felmutatható java. Milyen sorsa lesz a képeknek, vagy egyáltalán lesz-e olyan útja ezeknek az alkotásoknak, hogy a bábolnai közönség is találkozhat-e majd velük? Hát minden évben ezt a Klárika polgármesterünk megszervez egy úgynevezett téli tábort, illetve téli tárlatot, ami az itt készült munkákból készült kiállítás. Én bízom abban, hogy jövő év januárjában, februárjában ezek a képek, amik itt készültek és itt maradtak a városnak a birtokába, a nagy közönség előtt is publikussá válnak. Megelőzte ezt a bábolnai alkotótábort egy személyes élményed is, úgy tudom, hogy az ország határain túlra, bár magyar lakta területre sikerült eljutnod. Hol jártál, és hát ott milyen eredménnyel mutatkoztál be? Hát nagy örömmel vittem el a nevem mellett azt, hogy Bábolnáról jöttem. Egy nemzeti táborba kaptam meghívást Kapnisbányára. Ez Romániának a északnyugati részén található, Máramarosi szigetek, Máramarosi havasok környéke, Nagybányához közel voltunk külön iszonyatosok fatemplomhoz, ami valami borzalmas nagy élményt adott nekem. Itt kiállításod volt, vagy alkothattál is? Alkotótábor is volt, és kiállítás. Tehát ott úgy szervezték ezt az egész dolgot, hogy a zárás az volt, hogy egy hatalmas nagy kulturális centrumnak a kiállító termébe kiállítottunk 150 munkát. Tehát itt 14 ember dolgozott, Moldáviából, Romániából, Magyarországról, Ukrajnából voltak művészek, nagyon színvonalas volt, hát szinte remektem, és ott kaptam egy meghívást még egy táborba, de sajnos a feleségem rossz állapotba került, és a haza kellett jönnöm, mert még mentem volna egy 25 fős táborba tovább. Tehát még egy-két hétig ott alkothattam volna, de ez is óriási dolog volt. Visszatérve a bábolnai alkotótáborhoz, mert ugye most ugye az érdeklődés középpontjában van még, mi lesz aztán a záráskor a csattanója ennek a tábornak, mikor pakolnak gyakorlatilag össze a művész emberek, a barátok, hiszen hát, nyilván már barátokként... Igen. Ez már egy testvéri csapat. Tehát úgy érzem, hogy nagyon odafigyelnek a másikra. Ha valaki elmegy és nem ér vissza, akkor becsomagoltatják a kaját, ide hozzák. Pisti hazaszaladt, mert két órája volt, hogy a feleségét feltegye egy zürichi vonatra. Hozott egy hatalmas nagy dinnyét be nekünk, hozott süteményt, tehát... Igen. Mikor lesz aztán a táborzárás? Hát konkrétan és milyen élményekkel? Konkrétan a táborzárás az holnap lesz. Holnap lesz egy búcsúvacsora, és szerdán 10 óráig mindenki elhagyja sajnos ezt a vidéket. Milyen lelkülettel, milyen érzelmekkel zárod te magad ezt a tábort? Én nagyon boldog vagyok, fáradt vagyok, mert azért nekem voltak még kötelezettségeim, a feleségem ugye kijött a kórházból, elég sok minden történt az én életemben negatív értelemben, de a szívem tele van örömmel.